Közvitára bocsátották az Oktatási Minisztérium honlapján a diákok jogállásáról szóló előírás módosítását, ez szerint úgynevezett büntetőszobába küldenék a tanórát zavaró magaviseleti gondokkal küzdködő tanulókat. Több újdonságot is tartalmaz a diákok jogállásának módosítását tartalmazó közvitára bocsájtott miniszteri rendelet. Az egyik, hogy a tanítási idő alatt a tanítási-tanulási értékelési tevékenységet negatívan befolyásoló, azokat megzavaró magatartást tanúsító diákok esetében a tanár dönthet úgy, hogy egy másik tanár felügyelete mellett egy másik helyiségbe küldi. Ebben az esetben a tanuló szüleit vagy gyámjait írásban értesítik. Antal Mihály Levente Maros megyei főtanfelügyelő helyettes úgy véli, hogy a tanintézetekben felbukkanó agresszív viselkedés kezelésére keres a minisztérium hatékony módszereket, hogy megvédjék a deviáns magatartástól a tanulókat, pedagógusokat. Az én véleményem az, hogy hogy minden diáknak az osztályközösségen belül az adott tanóra tevékenységeim van a helye és minden lehetőt meg kell tenni azért, hogy, hogy hogy ott maradjon. De azokban az esetekben, amikor amikor ez már a többi tanuló hát hogy mondjam, jó munka folyamatát tanulási nevelési folyamatát zavarja, akkor akkor lehet, hogy akár hatásos is lehet egy-egy hosszabb, rövidebb időszakra. A módosítások a tanórán belüli telefon használatra is kitérnek. Eddig is tilos volt az okos eszközök használata a tanár beleegyezése nélkül, most azonban lehetővé akarják tenni, hogy az iskola személyzete elkobozhassa a készülékeket, amit aztán a nap végén adnának vissza a kiskorú szüleinek, vagy a 18 évet betöltött diáknak.